Csácsóvics öltészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő magyar fejlesztésű játékkal, amit 2008-ban a Crytek Budapest követett el, és Metacritic-en 84-en áll ez a tripla E cím, ami nem más, mint a Crysis első részének a DLC-je, vagy kiegészítő lemeze, vagy pedig alternatív storyline, nem is tudom, hogy lehet nevezni, ugye ilyenkor még ebbe az időszakban a DLC-k nem arról szóltak, hogy kaptunk egy pályát meg, esetleg néhány skint, vagy néhány járművet, hanem ez egy külön telepíthető DLC, hogy nevezzem, kiegészítő lemez? Tényleg nagyon nem tudom hova tenni, vagy hogy tudnám nevezni, mivel egy külön játékként szolgál, de mégis a Crysis univerzumba és storyline-ba kapcsolódik, mivel ugye aki játszott a Crysis-szal, gyakorlatilag ő benne a főhős mellett volt egy Sio nevű karakter, aki teljesen más utakon járt, és néha kommunikált velük. Na, most ebbe a játékba az ő szemszögéből tolhatjuk konkrétan végig a Crysis-nak a storyline-ját, a játékmenetét, a történetét. De vágjunk bele a lecsóba, és viszont annak köszönhetően, hogy ugye magyarok fejlesztették a játékot, szerintem a mai napig a legjobb magyar szinkronnal megáldott játék, tényleg nem unottan felvett szövegek vannak bedigitalizálva, hanem tényleg beleéléssel, és tök érdekessé teszi a játékmenetet, hogy magyar szinkronnal jelent meg a játék, úgyhogy mindenkinek ajánlom. 2008-as a játék, de szerintem még mai szemmel is rettenetesen jól néz ki, és élvezetes, meg minden csuda jó dolog van. De vissza a játékba, én már betöltöttem az első pályát, és nézzük meg, hogy miről is szól. Egy kicsit a hangerőt magasabban hagytam, hogy halljátok a csodálatos szinkronhangokat. Második és negyedik töltet izolálva! Basszus, nem tudok átjutni a tűzfalon. Megpróbálom megkerülni az Emit. Wow! Néhány töltet még mindig éles! Nincs jobb ötletem. Kék kód! Lehet, hogy ezt elcsesztük! Ajaj, ajaj! Sajnos nagyon régen játszottam a normális Crysis-szal. Amiatt nem is emlékszem teljesen a történet szára. Elvileg valami észak-koreaiakkal harcolunk egy szigeten, aztán később pedig földön kívüliekkel, úgyhogy nagyon érdekes maga az alaptörténet is. Wow! A nanosuit, ugye? Gyerekek, én látom. El kell tűnnünk a nyílt terepről. Oh. Gyülekezés bárhol a szírtnél, ahol van fedezék. Körbevettek bennünket. Oh. Toroszko! Itt a Bravo 1-2-es, velünk a Raptor. A VT egységből mindenki halott. A 2-0-ás ellenőrző pont felé tartunk. Hol a légi fedezet? Lőnek rá! Mozgás! Mozgás! Azt a betyár, gyerekek! Fedezzük, amíg csak tudjuk. Viszlát a tiszti kaszinóban, őrmester! Oké, jó. Figyeljetek, gyerekek! Nem tudom, egy kicsit lehet, hogy hangos a játék. Álljunk meg egy szóra. Azt a rohadt életben. Nekem legalábbis nagyon hangos. Úgyhogy egy picit a párbeszédeket nem is, de ezeket a hanghatásokat lejjebb vettem, jó? Annyit akartam még mondani, hogy Tamás javasolt nekem egy Mesterlövész nevű játékot. Ugye ő az... Igaz, hogy magyar szinkronnal jött ki, de ő az nem magyar fejlesztésű játék, hanem ha jól tudom, lengyel, és a nem is tudom pontosan mi... City Interactive talán? A fejlesztő? Menjünk, most de még sötét van sajnos, egy kicsit olyan... Ja, de viszont a grafika az iszonyatosan jól néz ki, és ugye... Hoppá, ellenfelek voltak. Ugye a Crysis 1-ben jelent meg ez a nanoruhánk, amivel ugye tudunk választani, hogy mégis mit szeretnénk. Tudunk olyat, hogy pajzsot adjon, extra sebességet, extra erőt vagy rejtőzködést. Ugye default ezen a pajzson van, de néha szükségünk lehet például ilyenkor, hogy nagyobbat tudjunk ugrani. Erő. Láttátok.
Egyébként, hogyha ebben a módban vagyunk, akkor tudunk közel harcolni. Amúgy is tudunk, viszont így sokkal hatékonyabban. Ugye, ha ezt használjuk, akkor alapban is jóval gyorsabbak vagyunk. Viszont ha sprintelünk, akkor meg ilyen extra brutál sebességgel tudunk. Ez azért jó, mert az alapban úgy is... Alapban ugye váltogathatjuk is, tehát a saját játékstílusunknak tudjuk... játékstílusunkhoz tudjuk alakítani az egészet. De játék közben is akár egy szituációban át tudunk változni. Jó. Itt Emerson! Jason parancsnokság, hall engem! Jó, itt Emerson! Nem fogok jelet a ruhájából, mi történt? Szuper! Láttam, mi lett azzal a hajóval, de benéztem valami anomáliának. Később tájékoztatom a katonai elhárítást. Folytassa a küldetését és csatlakozzon a Sierra osztakhoz, segítse a légicsapást. Ugye teljesen az eredeti játéknak a sztoriával párhuzamosan történnek a dolgok. Egyébként fel tudunk venni dolgokat, el tudjuk hajítani, főleg ez erőmódban ugye tud durva lenni. Hozzá tudunk, gyakorlatilag rengeteg terep tárnyózítható. A terep az meglehetősen interaktív tud lenni. Azt a betyár, gyerekek! Konkrétan itt zuhant egy rakét, egy bomba. Ugye ha erőmódba kapcsolunk... Maximális erő. Ezt most például pont nem, de egy csomó épületet ugye szét tudunk verni. Emiatt a fedezékek is... fedezékekre is úgy kell tekintenünk, hogy nem sokkal. Sierra vezér, 270-en, távolság 16, megközelítés. Vettem, Sierra vezér, vigyázat, komoly hulláminterferenciát tapasztalunk. Számítson Kán házaira. Vettem, parancsnokság, megkezdem a rárepülést. Végre nem csak a seggemet vakarom ezen a turnén. Csiba, Sierra 2-es, lecsap és elhúz, vetted? Igen, vettem. Tével tudunk ütni, jó, az jó, hogyha tudjuk. Egyébként tényleg ez nagyon jó, ez a nanoruhának a felépítése, milyen tényleg valóban, a saját stílusunkkal tudunk, vagy saját stílusunkkal tudjuk érvényesíteni, például, hogyha álcázás, akkor abszolút nem látnak ugye az ellenfelek. Egyébként van térkép természetesen, látni a direktívákat, hol vagyunk, hol vannak baráti katonák. Ami még érdekes tud lenni, ugye a fegyverünket tudjuk módosítani, ez is roppant jó szerintem. Például ugye tudunk hangtompítót az elejére, rakhatunk ugye lámpát, ami nem biztos, hogy jó, mert ugye észrevesznek minket, viszont taktikai kiegészítőt is rakhatunk rá, ami altató lövedékkel tud kilőni. Kritikus energiaszint. Reflex irányzékat is tudunk felrakni. És szerintem... Oho, azt hiszem, hogy ott futkorásznak ellenfelek. Menjünk fedezékbe. Ugye a nanoruhánknak... Maximális páncél. A nanoruhánknak folyamatosan fogy a... az energiája. És ezt néha fel kell töltenünk úgy, hogy ugye kikapcsoljuk. Vagy pedig ugye... Álcázás. Ez egy kicsit ilyen... Hogy mondjam? Vajátok, nekem még mindig iszonyat hangos. Az a baj, hogy nem tudom, hogy mennyire hangos. És... nehogy az legyen, hogy... Oké, vezess! Nehogy az legyen, hogy használhatatlan lesz a felvétel. Oké, gyerekek, megyünk. Itt van egy csávó. Egyébként az ellenfelek fegyvereit is fel lehet venni. Ha. A minimapon konkrétan látni, hogy hol van ellenfél, ugye, hogyha sárgák, akkor az azt jelenti, hogy... Kritikus energiaszint. Mi?
Látok, valamit kipróbálok. Maximális erő. Hát megyünk maximális erőre, és egy kis közelharc. Ezt akartam, hogy mennyire érdekes dolgokat lehet csinálni. El tudjuk kapni az ellenfeleket, konkrétan ő egy észak-koreai katona. Hát igen, majdnem meghaltunk bele, de ezt meg akartam mutatni. Szerintem rettenetesen. Hát egy kicsit talán túl nyers is, és túl brutális, hogy így meg tudjuk fogni. Ugye most erőmódban van a páncélunk, és így... És el tudjuk dobni, és akkor ejtett el a fegyverét, hogy nézzük meg, hogy mi az. Aha! Ezt a pisztolyra tudod lecserélni. Ez egy ilyen SMG-szerű. Viszont, hogyha ebből kettőt összeszedsz... Ajaj, nagyon gyerekek, na jó. Maximális páncél. Érdemes ugye a páncélt azt használni, mert az... Az felfogja ugye a lövéseket, és nem a HP-t fogy. Egyébként a HP-t is töltődik. Ezt is fel tudjuk venni. Nem cseréli le azzal a fegyvert, hanem több. Több slotunk van. Úgyhogy most kaptunk egy ilyen... AK-szerű weapont még. Ami konkrétan szerintem egy AK-nak a továbbfejlesztett verziója. Ja, azt akartam mutatni, hogy igen, rettenetesen jól néz ki szerintem maga a dzsungel. A játék még mindig rohadt jó. Érdekes. Itt egy szétlőtt épület. Közben ugye történnek az események, de menjünk, mert... Legyen valami. Igen, járműveket lehet vezetni. Sierra csapat itt a parancsnokság. Raptor adja a koordinátákat a támadás során. Raptor? Nem nagyon van választásom, igaz? A kurva életbe tudtam. Sean O'Neill. Sierra vezér, tolja a hetest, vétel. Vettem. És komolyan mondom, nincs PC. Nincs PC-ség. Itt még van kurva életben meg minden. Aha, C-vel tudunk. Igen, ezzel a... ezeket az extra dolgokat beállítani, de a többi fegyveren is valószínű, hogy van, úgyhogy érdemes. Aha, lézer célzót tudunk rakni rá. Ami nem biztos, hogy megint jó lehet. Viszont a hangtopítót felrakom, viszont a lézer célzót leveszem, mert lehet, hogy észrevesznek. Meg nézzük át a többi fegyverünket. Ezzel az AK-val mit lehet? Taktikai kiegészítő, hangtompító, reflexirányzék, ezeket is felszerelem. Há, így most már sokkal jobb ez az AK. Ez is szerintem böszme jó dolog. Roppant érdekes. Erőmódban tudsz nagyot ugrani. Ugye néha szükség is van erre az erőmódra. Hogy feljuss helyekre, vagy a lopakodás is. Kritikus energia szint. Úgy látom, nem erre kellett volna menni. Aha, lehet, hogy igen, itt nem tudok fölmenni. Egyébként ugye ez a Crysis, hát egy hányattatott sorsú játék volt. Annó, akik... Igaz a gyerekek. Akik nem voltak benne ebben a játékvilágban annó, azok talán nem is tudják, hogy a Crytek csinálta a legelső Far Cry-t. Amelyik ilyen rettenetesen átütő siker volt, többek közt azért, mert teljesen... Parancsra kioldás, vége! Vettem parancsnokság! Hamarosan izoláljuk a KNH-t. Iktassa ki a bázisokat a parti nyaralóknál. Vegye irányba, és várjon a parancsra! Bombák kioldva. Pozitív. Közben történnek itt az események. Sierra parancsnok, új parancsok a G-szoktól. Sierra 2 átirányítva földi támogatásra. Vettem parancsnokság. Negatív parancsnokság. Küldje a Sierra 3-at. Sierra 3 már át lett irányítva. Úgy érti, hogy a seggfejes arcod nem kell a... De... Zúzdára fájt a fogad, Sierra 2. Vesze. Rendítsek. Földi támogatás. Vettem. Sierra 2 itt a parancsnokság. Az elsődleges feladat adatgyűjtés és semlegesítés, másodlagos a felderítés. Állítsa vételre a kamerát. Befogtam a koreai katonai hálózatot. Belépek a taktikai hálóba és megnézem, mit kavarnak. Kis szerencsével nem csak adatokat szerezhetünk. Na, végre a pofázásnak, és én is dubálhatok egy kicsit. Igen, ugye, elég hányattatott sorsú volt. Maga a Crytek fejlesztő csapatnak a munkája, és ők csinálták ugye a legelső Far Cry-t, amelyik ilyen rettenető átütő siker volt, mivel szabad világba lehetett járni, ugye ilyen szigetcsoporton. És gyakorlatilag azt hozta be ugye ezt a
Far Cry stílusú, ami még mindig él, stílusú játékmenetet. Viszont ezt még a Crytek csinálta. Ez a cég, ami utána a Crysis-t. Amiatt volt ez a nagy mizéria névváltás, mivel, hogy mondjam el, ugye a Far Cry 1-et csinálta a Crytek, viszont a Ubisoft-tal, a Ubisoft birtokolta a Far Cry nevet, és emiatt gyakorlatilag a Crysis az az igazi folytatása az első Far Cry-nak. Viszont ugye utána a név birtokába, ott egy autó. Igen, és be lehet ülni az autókba. Meg van kihajolás, ami nagyon hasznos tud lenni. És alkalmazom, viszont el kéne bújni. Ha és már is ugye látod, nem látnak. Egyébként, ha menet közben bújsz el, az... Fizikus energia szint. És ilyenkor kiszáll a sofőr elvileg, ugye? Bújjunk el. Álcázás. Hogyha amikor látnak, akkor álcázod be magad. Akkor ha jól tudom, akkor nem veszik be. Szóval érdemes elbújni addig. Hát elvileg kellene még lenni egy katonának, nem? Kilőtte bőt is? Jó. Oké. Na menjünk egy autóhoz, vagy autózunk. Maximális páncél. Jó. Jó. Ez valahogy be kéne rassolni, kivált poénból. Azt a betyár gyerekek itt azért. Vajnálunk az események. És ja, igen, rombolható környezet. Az is egy rohadt jó cucc tud lenni. Ugye nem tudom, hogy láttátok-e, hogy ugye fákat ki tudod lőni. És lehet azt gondolod, hogy ez nem valami nagy szám, de 2008-ban ez egy retteltesen új és egyedi. Hoppá, mi ez? Akna, basszus. Ez komolyan aknák? Meg robbanóanyagok? Hú, ez jó helyre jöttem, srácok. Ez nem jó semmire. Na jó, hát ezt hagyjuk, ezt az akna témát egyelőre. Ebből a... az SMG... kritikus energia szint. Úgy hetkek, ez... ez nem volt jó ötlet. Álcázás. Most bálcáztam magam, mert... úgyhogy látott a katona, az lehet, hogy... jaj, ezek itt vannak, nagyon. Maximális páncél. Álcázás. Ugye, hogyha az álcázásod be van kapcsolva viszont, akkor nincsen shielded, pajzsod. Egyébként tényleg köszi Bundinak, hogy ezt a maximális páncél játékot játékra felhívta a figyelmem, ő írt, hogy wow. Kicsit túlérzékeny az egerem. Nagyon érzésem. Álcázás. Terrorautóban is egyébként be lehet szállni. Itt jó sokan vannak, úgyhogy lehet, hogy ilyen álcázás maximális páncél móddal fogunk előre menni. Az egeremen állíthatnék. Álcázás. Borzalmas egy gyors. Kritikus energia szint. Ez nem túl hatékony távolra. Ugye ez még az első pálya, vagy hát igazából pályának lehet nevezni, mivel egy konkrétan egy hatalmas nagy szigetem, hogy ezt lehet használni, ezt a kocsit? Ez valami páncélozott, ez jó. Hú, ennek más fegyója is van. Ez adja nagyon. Na, mit kell csinálni? Itt körülnézek azért, hát hogyha szerzek még egy SMG-t, az tök jó lenne, mert akkor kettőt használsz. És tök érdekes, mivel úgy használsz kettőt, hogy a jobb és bal gombbal is tudsz lőni. Egyel. Erről beszélünk, gyerekek, ugye bal gombbal ezzel lő, jobb gombbal ezzel, ha mind a kettőt nyomod, akkor mind a kettővel, úgyhogy ez egy hasznos cucc tud lenni. Megy a rádióban magyar nyelvű szöveg, nagyon jó. Ez véletlen, tetszik.
Elvigyük ezt a nagy dögöt? Biztos jól bírja. Ja, figyeljétek a pálmafákat is. És konkrétan így ki tudsz nyírni embereket. Ah, menjünk itt, nem megyek az úton. Egyébként azt hiszem, hogy van belső nézet is. Aha. Hát, az egerem az olyan gyors. Őrítő. Látok? Tényleg ilyen milliméteren ki... itt lesz ugye? Remélem, hogy ez jobb lesz így. Bocsánat, nincs, hogy ezt itt állítottam, de... Most is még ilyen... Fú, ez nem tudom. Szerintem nekem van felállítva a BPM-em. Ilyen brutális nagyra. Hogy ilyen egy centit mozdítok, és akkor átmegy az egész... Na, így most talán már egy fokkal jobb lesz. Hát még mindig különben rettentő gyors. Ilyen fél centi mozdítással át tudom pásztázni az egészet. Na, itt valaki van. Aszta! Kilőttem a kerekét, gyerekek! De adja! Ááá, mi történt? Basszus, hol mentett ez? Ja, jó, oké, van checkpoint rendszer, ugye gyors mentés is. Srácok, ez nem volt baráti, ott jön. Megpróbálunk innen. Talán, aha, már füstöl, jó. Ugye ezekben végtelen lőszer van annyi, hogy túl tud menegedni. Meg hát nem valami jó célhoz. Jó, az ég az valószínűleg, hogy annak vége. Viszont volt itt egy... És itt kellene lenni egy katonának, ott van. Sőt, kettő katona. Hát ezeknek annyi volt. Oké, ja, itt volt valami, amit elfelejtettem megcsinálni. Ugye vannak ilyen elsődleges direktívák, feladatok, és vannak ilyen másodlagosak. Úgyhogy az tök jó, hogyha megcsinálsz mindent. Nem tudom, hogy pontosan mit fogunk kapni érte, de hát miért ne csináljuk meg, ha egyszer már. Igen, ebben a járműben is be lehetne szállni. Ezek a járművek ezek egyébként multiplayerbe is használhatóak, sőt tök érdekesek. Séteszik ugye a játékmenetet. Nem mondom, hogy egy ilyen Battlefield szintű magasságokba emelik. Ja, ezt kellett használni, jó. Meg vagyunk? Oké, nagy a buzgás a jelentésekben, de van két dolog, ami tényleg fontos. Egyrészt egy Lee ezredes nevű politikai tiszt érkezett Fennyámból, és ő vezeti a hadműveletet. Másrészt különleges szállítmányt kér Ionbionkumból. Anyám a holdon. Ez a nukleáris kutatóközpontjuk. Pontosan. Felsőbb utasításokra lesz szükségem, de addig is kezelje prioritásként, amíg nem kapunk további parancsot. Na, ez izgalmas. Az Idaho jelentése szerint egy koreai propaganda adó nyomja tele a csatornáinkat. A katonai hálózatuk itt jelöli az adás forrását közel magához. Csapja hozzá a másodlagos célpontokhoz. Vettem, parancsnokság. Jó, és kaptuk megint egy feladatot, ami ilyen másodlagos, látjátok, hogy itt valamit kell intézni. Szóval menjünk erre. Itt a víz az... Hát lehet menni? Hát. Jó, hogy kiszállok, aztán megpróbálunk egy kicsit ilyen lopakodó stílusba tolni. Ah, itt van is valaki kapásból. Látni, hogy sárga. De egyébként a dzsungel az tényleg baró jól néz ki. Ajátok, nyomjunk egy ilyen szújtot, mert itt van közvetlen, aha. Politikus energia szint. Meg is volt. Álcázás. Nem látom sehol, meg ilyeneket kiabálok, nagyon jó. Az a baj, a mozgás közben a szújtunk. Energiája folyt. Viszont most már jobb a célzásom, tök jó. Ugye körülnézünk innen föntről, biztos jó a kilátás. Itt valami van, gyerekek. Itt valamit sugároznak, valamilyen... Valamilyen rádióadót. Adást, rádióadást. Milliók tüntetnek agresszív viselkedésetek miatt. Az
államainak képviselői elítélik akciót. Ó, mi volt ez? A koreai néphadsereg. Távcső rohampuskához. Kaptunk egy távcsövet. Hú, várjál már. Ha maradtok, olyan megaláztatásban lesz részetek, mint Vietnám. Ó, gyerekek. Vaj, hogy lehet itt kikapcsolni ezt az adót? Hú, itt van minden is. Hogy te jó! Jó napot kívánunk az imperialista amerikai hadsereg katonáinak. Hol kell kikapcsolni, hogy? Tevékenységetekkel létfontosságú humanitárius akció végrehajtását veszélyeztetitek. Jelenlétetekkel... Béna vagyok? Hol kell kikapcsolni? Vagy hogy fel kell robbantani a gránátot? A Linksán szigetek polgárainak érdekében menjetek haza. Ezt az adót ezt hogy kell? Hogy kell, gyerekek? Hú, van itt egy telefitő gépágyú, az biztos nem véletlenül. Így van. A kormányotok kockáztatja az életeteket, és bűnözőt csinál belőle. Felrobbantsam most. Ne féljetek. Hősvezetőnk, Kion tábornok könyörületes lesz, és megbocsátja bűnötöket. Próbálkozz valamivel, ami nagyon patszol. Hoppa! Mondjuk egy gránáttal. Mi tiszteljük a nemzetközi egyezményt. Az igen. Jó. A hullám most megint tiszta. Az Idaho jön egy sörrel. Oké, rendben. Erre viszont akarok még rakni egy távcsövet. Elvileg ugye bármilyen fel lehet szerelni ilyenkor. Azt, hogy gyerekek, nagyon jó, hogy így lehet modolni a fegyókat, nem? Ez baró jó lett ez a fegyó. Na, így azért lehet alapítani. Viszont nekem még mindig rettenető gyors a... Még nem tetszik ez a célkereszt, se nincs valami jó. Hát itt van, hallod? Ej, na vicceljél. Igen, hát ez egy normális cérkeszt, azt mondom. Nézzünk körül, itt nincs semmi. Ja, trott, ez baromi jól néz ki a játék, meg mindig, azt kell, hogy mondjam. Na menjünk a fő célpont fele. Nézzé, anozotróp szűrés nem tudtam kapcsolni, úgyhogy eléggé most a távolabb lévő textúrákat. De ez esélyes, hogy... Be tudod kapcsolni, ugye... A videokártya beállításokon, na, hogyha a játékban nem is. Ez a játék még mindig jól néz ki. Annyi volt egyébként, hogy config file-ba tudtam a Full HD-t kapcsolni, és ráadásul sajnos nem működött jól full screenbe a játék. Emiatt vagyok ablakba, úgyhogy nem is olyan szépen fut, vagy nem tudom, olyan fura az egész. De hogyha fullscreenbe raktam, akkor meg teljesen ilyen grafikai anomália. Banditák a radaron! Berepülök! Felejtős öreg! Földi támogatásra vagy osztva! Le kell szednünk egy KNH bázist! Mikorra vagy várható? Kávé 10 perc. Akkor megyünk tovább, jelöld a célpontjaimat! Jó, hogy nem NKH bázis, gyerekek! Nem bundi! NKH bázis lett az igazi. Azokat kell leszedni. Megyünk ezzel a fegyóval most, ugye ez van a csávóknál, és így tudunk hozzá szerezni skulót. Mint feledékbe. Valami viszonylag nehéz. Maradj távol a torlasztól, pszichó! Megcsapatom a tüzérséggel. Hoppa. Vettem, de ne végezzem szomorú statisztikaként. Annyira tudok! Ez nem tüzérség volt, hanem ez ide volt. Légicsapás. Egyébként tök tetszik ez az interaktivitás, hogy így... Hopp, ott egy csávó. Megpróbáljuk ezzel most. Áááá! Bundi! Azért most ezt meg... Mi? Ezt futkoráztak ilyen modálkák itt. Ez most így... Jujj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 
energiaszint. Meg is volt. Ugye, hogyha lősz egyet, akkor ledobja az álcázást. Maximális páncél. Hármat le is szedtünk, srácok. Hopp. Kiabálják, hogy lőnek ránk. Maximális páncél. Ugye ráadásul hangtompítós fegyverrel vagyok. Ezt ne felejtsük el. Az nagyon furcsa, hogy itt ebben a játékban még úgy volt, hogy ha nyomsz egy jobb gombot, akkor ott is marad a célzás. Kritikus energia szint. Hát, hopp. Imbolyog egy kicsit a francesen bele.
Igen. Ez egy magyar fejlesztésű játék. Ez annyira jó. Az eredeti Crysis, ugye az nem volt az. Álcázás. Maximális páncél. És nem azért, de... Abba belőttem egy fél tárat, aztán nem akart meghalni. Az eredeti Crysis az nem volt az, viszont ugye ezt kifeszervezték a budapesti csapatnak. Szerintem atom jó lett. Eddig legalábbis tök izgi. És azon kapom magam, hogy így mennék előre. Nem csak azt akarom, hogy... Hú, most csinálok erről egy videót, hanem így akarom tolni. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Ugye egy idő után földön kívüliek is be fognak jönni a buliba. Jó, egy álcázás. Nem gyanús itt. Ohohoho! Kritikus energiaszint. Ja. Várjál, már ott van egy izé telepített. Mondjuk arra is kell tovább mennünk. Úgy látszok, de kár, hogy nem foglaltuk el ezt, aztán az előttük szét. Hú, látjátok a romboltok környezetet? Ez tényleg a mai világban, ahol már... Mi volt ez? Ez ránk esett? Vagy ide esett? A mai világban, ahol már olyan szinten lehet rombolni a környezetet, mint egy, mondjuk egy Seven Days to Die-ba, ez hatalmasan nagyon jó volt. Hoppá, ez valószínű, hogy... Álcázás. Nem álcázás, hanem... Maximális erő. Power. Álcázás. Nem kell tenni. Szihó, figyelje azt a helikoptert! Maximális páncél. Milyen helikoptert? Sprinternünk kell! Maximális gyorsaság. Oké. A Sierra 2 képeket küldött a célpontról. Ez egy páncélozott konténer, amelyet elhasznált nukleáris üzemanyag szállítására használnak. A KNH többször vitt ilyenekben nukleáris robbanófejeket. Helyzet van. Két ponyvás érkezik. El ne csezd. Kapcsolatot látok köztük és az erősítésük közt. Ajaj. Megy mögöttük egy másik ponyva, lekanyarodik a partra, és egy páncélos követi. Bejött két csapatszállító és egy KNH szakasz is. Na jó, de tudod mit? Karácsony van, bonsd le az egész üdülőt. KNH teherautók tartanak a part felé. Figyó, Neil, nem terveztem, hogy egyedül megyek. Skulóra lesz szükségem. Mit van? Oké, egy pillanat, amíg belépek a katonai hálózatukba. Na, megvan. Egy rakat robbanóanyagot halmoztak fel a parti bárban. Gyerekek, és a szinkron nem kevés, mármint hogy így rengeteget pofáznak az űrgék benne. Nem az van, hogy mint egy átlag játékban, hogy ilyen nagyon keveset, azt dobálják ott a izét. Közben megy a harc. És az is tök jó, hogy nem csak ilyen egyszemélyes hadseregnek érzem magam, bár ugye ennek a nanosuite-nak köszönhetően ilyen nagyon epikek vagyunk. Viszont közben megy itt a T-Boy, és nézzétek mekkora látóhatár. Azért amikor kiértő itt egy ilyen helyre 2008-ba... Kritikus energiaszint. Akkor higgyétek el, hogy a számítógépetek... Az így... Maximális páncél. Ez sikerült leestem, jó? De valaki nagyon látnak engem. Oké, na bújjunk. Álcázás. Lehet, hogy nem így kell volna jönnünk. Belecsöppelünk a legközepébe. Gyerekek, csak bele szoruljunk valahova. Képes vagyok arra. Hú, van 15 gránátom. Valószínű, hogy ez... Ott rengetegen vannak, nézzétek jobb oldalt. Viszont itt van... Két kocsi áll a parkolóban. Hú, és tök jó, hogy... Tök jó, hogy így mondják. Maximális páncél. Fölnyomjuk a... ruhánknak az energiáját, és utána... Álcázás. Nyomunk egy ilyet. Ugye, hogyha lassabban mozgunk, akkor lassabban is fogy az energia, mivel akkor nem használódik a ruhából annyira sok, nem használ el annyit az álcázásra, gondolom, hogy a környezetet így leutánozni nem olyan nehéz neki. Ó, ott egy telepített. Ez mondjuk nem rossz. Itt volt egy autó valahol, nem? Fejeket behúzni! Kritikus energiaszint. Kezdi fejeket behúzni. De jó. Dobálják a vadászgépek a cuccot.
maximális páncél. Ugye föltöltöm. Mondom, most oda megyünk a telepítetszhez. Kicsit most ilyen lopakodósba toljuk. Mondd, van egy autó. Rámegyek az étteremre! Maradj távol! Hát egy kocsi jön erre. Úúú, gyerekek. Várj, azt kikérem. Az úton még mindig ott a páncélkocsi. Ezt megcsináltuk, na. Ott is van két csávó. Ajaj. Álcázás. Lehet, hogy jobban járok a távcsövessel. Maximális páncél. Megtörtént. Bírom ezt a lopakodás dolgot is. A mesterséges intelligencia az nem kifejezetten jó, de hát szerintem az magának az engine-nek a hibája, nem a készítőké, ami nem a magyar csapaté. Gyerekek, mennyi van? És viszont messzire nem túl hatékonyak ezek a fegyverek. Úgyhogy akkor azt kellene csinálni, hogy megyünk. Kritikus energiaszint. Ajaj. Még mindig ott a KNH a parti bárban. Csak úgy kopogtak a lövedékek fejemen. Álcázás. Elcseszted. Erősítést hívtak rád. Maximális páncél. Jó, hogy leheted volna úgy is, hogy nincs erősítés. Azt a betyát. Itt jön valaki, öcsém! Álcázás. Valami van. Azért itt jönnek, egy csomó vannak a ház körül. Aztán nagyon durva! Kritikus energia szint. Ajándék Samu bácsitól. Álcázás. Megszökött. Kezdik megszökött. Gyukol bujkász. Maximális páncél. Ez mind a kettő volt egyszerre. Ó, faze! A teherautós bagás az étteremben dekkol. Álcázás. Figyelj! Nem hiszed el! Kritikus energia szint. Nekik ezek a fegyverek néha nem túl hatékonyak. Ez meg volt. Jó, tudjátok, menjünk át Rambóba egy kicsit. Azt ez ide dobta a bombát, halljátok ez. Hogy random dobálja, akkor lehet, hogy a fejedre is tudja ejteni, ugye? Jó, egy kicsit átmegyünk Rambózósba, mert már kezdem azt úgymond unni, hogy tökörészük. Ott van egy ellenfél. Azt se tudja mi van, ott keres minket. A szevasz haver. Úgy csak eddig tudom fordítani ezt a szart. Meg kell várni, hogy bejön oda, hogy... Ja, ez viszont elég jó sebez. Mit kell valamit csinálni? Azt a betyár, mi a franc volt ez? Mi a tök? Jézus, mi ez? Valaki lő? Valaki lő valószínű. De mi volt ez? Jaj, bazd, ott a tank! Azt a rohadt élet, de jó, hogy nem nagyon tud célozni. Hát ez a tank, meg egy csomó katona egyébként, de viszont ez a tank az meglepő. Ráadásul nem is egy helyben van áll. Van egy darab hülye kiszúrt. Ott is egy. Most dobott egy hátraszaltót. A part még mindig hemseg. Húh!
Tök jó, hogy mondják. Valaki van itt közvetlen mellettem? Álcázás. Vagy az én vagyok? Nem, az én vagyok. Nyomjunk egy álcázást, azt menjünk előbbre. Fedezékbe. Így. Itt van valaki, egy csáva ott van a dobozokon túl. Ott van. Jó messze van, azt hittem közelebb van. Nem tudom, hogy nem tudom, mit kell itt csinálni. Maximális páncél. Ki kéne írtani ezeket a hülyéket, akik vannak. Meg elkerülni a tankot. A tank az ott van valahol az úton. Szerintem ide nem tud bejönni. Szóval el kéne kapkodni a katonákat, mert azok tudnak meglepetést okozni. Itt van például ebbe, itt van valahol egy. Nem lehet kimenni. Valahogy volt a tank is. Már elég sok fedezék van, hoppa. Csak busz, itt meg kellene még egy katonára. Az a tank az belézett. De utána. Kritikus energia szint. Én nincs gond. Ja, ott a tank, mutatja is zöldre. Ja, az jó, akkor, mert akkor tudom, hogy hol van. Itt van egy katona. Figyeljetek, ott keres, mert ott... Ott harcoltam vele, tudjátok. Jó, az is megvan. Megcsináljuk a küldetéseket. Ez a tank, amikor ránk lát, akkor az nem valami vidám. Mit kell egy... Azt a petyár. Jaj. Azt a betyár, gyerek. Jó, itt valami megtörtént. Mit kell csinálni? Jó szar! Mit kell itt csinálni? Mit kell csinálni? Nem írja valahol? Vagy a mapnál írja, vagy hol? Nem tudok valahogy ránézni. Nincs semmi briefing, vagy valami? Oké, hogy... Mit csináljak ezzel? Dobok egy gránátot, megnézem hátra. Lehet, hogy egy kicsit közel volt. Jó, de hát itt nem történik semmi. Mit? Itt a laptopokat tudom dobálni ide-oda. Tank közben lövöld, ezt nem tudom, mit kell csinálni. Hol írja? Ha, tabba. Biztosítsd a KNH bázist, semlegesítsd az erősítést és biztosítsd a bázist. Szerintem a tankot kéne kilőni, vagy valami, mert igazából itt már én biztosítottam mindent. Jó. Nézzük meg a tankot, nem tudok-e vele valamit csinálni. Hát mondjuk az elég érdekes lesz. Ez a tank itt meg kilőtte még a fákat is. Megpróbálok a közelébe kerülni először, jó? Oh, a fülem mellett dugott el a lövelék. Mindjárt jó, van egy ilyen, van mentés, F5-öt nyomtunk. Nézzük, hogy van-e olyan pont, ahol esetleg annyira... Jáááááj! Ahol nem lát ránk, szerintem így a falnál, így. Ez így jó, jó közel kerültünk. Figyelj! Nézzük ezt a buszt! Volt ilyen tapadó gránátom, vagy valami aknám. Ez mi? Van rendes aknám, várjál. A tank azt csinálja, hogy szerintem itt lefelmászkál, és ezt meg lehet tréfálni aknával. Most elment arra. Az útra kéne kidobnom aknát. Na most elmegy arra. Ide az útra kell kidobnom aknákat.
Jó, gyerek, gyere vissza, most jön vissza, figyeld. Itt végeztünk. Ez nagyon adta. És tök rár volt bízva, érted, hogy csináld meg. Ez nagyon adta, gyerekek. Két banditát látom közelíteni, 150-ről és 25-ről. 4-es magasságból, 50-re jobbra. Ja, izék, migek jönnek a migek. Befogva. Franc, gyors a hőkövető. Csaliti, jobbas! Gyerünk, gyerünk! Gyerekek, ez... Most veszek! Megpróbálom lerázni! Bassza meg! Még mit eltalált? Elszállt a bal hajtómű! Sierra 2-t elvesztettük, ismétlem, Sierra 2-t elvesztettük! Mi a tök? Komolyan mondom, itt ülök, és így vigyorgok, hogy mi történik itt. Biztos erőt kell kimenteni. Gyerekek, ez nagyon adja. Ez komolyan mondom, nem bírom abba adni. Mi történik ebben a játékban? Én úgy emlékszem egyébként, még a rendes Crysis nem volt ennyire pörgős, meg ennyire ilyen összetett. Tök jó, ezt nagyon összerakták. Itt látszott azért, hogy ez a Crytek Budapest csapat kapott egy lehetőséget, egy triplai játékot ugye, hogy megcsináljam. Mert ez bőven az, ugye ez egy ilyen nagyon átütő siker volt. Nem is véletlenül Metacritiken 84-en áll ez a játéknak az értékelése. Na nézzük. Nem bírom, hogy ne toljam tovább, gyerekek. Na most kívülről megnézhetjük ezt a nanoszuitunkat. Sikeső. Csodás. Ugye, hogyha... Szió, Emerson, adást fogtunk O'Neill kameráiról. A becsapódásig pörgött a film, az utolsó pár másodpercben láttunk valamit rajta. Megvan, főnök. Maximális páncél. Milyen jól... Befogtuk már O'Neill vész jeladóját? A konténer a lényeg. A fotókból kiderülhet, hogy mi van benne és hová viszik. A KNH rádióadása szerint mobilizálják egységeiket, hogy átvizsgálják a gépet. Muszáj megszereznie a kamerát, mielőtt ők teszik rá a kezüket. Aha, távcsővel így be tudod mérni az egységeket szerintem, és utána látszanak a minimapon is. Srácok, milyen epic jól néz ki az a játék még mindig, nézd már meg. Ez hihetetlen. Ja, egyébként, hogyha ugye játszod végig a Crysist, akkor... Csomó jelenet, meg ilyen történés, lehet, hogy ismerős, mivel tényleg... Pontosan ugyanabban az időségben fut ez a két játék, ugye a Sima Crysis és ez a Warhead. Párhuzamosan egymással. Fú, gyerekek, ez jól néz ki ez a játék, ott volt egy kis hiba. A repülő levelek voltak. Ne, patkányok meg, ilyen élőlények, az is nekem tök durva, hogy ilyenre figyeltek. Marha jók. Jó, mert kell a nap, meg szerintem el fog állni az eső, csak meg akarták mutatni, hogy vizesen is rettentő jól néz ki ez a játék. Mert ilyenkor így csillognak a pálmafák, nevelei meg ilyenek vannak. Azt mondja, jó, ott vannak a katonák. Ugye néha találkozunk ezzel a CEO nevű sráccal, akivel most vagyunk, a rendes Crysisba is. Sőt, egyszerre dobnak le minket ugye a szigetre. Ejtőernyővel. Ezt már nem akarták. Parancsnokság, Sierra 2. Vegyen már fel valaki. Parancsnokság, választ várok. Vétel. Sierra 2 parancsnokság. Kérést vettük. Várjon válaszra, továbbítjuk az anyahajóknak. Vétel. Vettem. O'Neill, te élsz? Mikor volt ez kérdés? Még jó, hogy... Sierra 2 parancsnokság. Úgy gyülekező a TP-70 felé. Negatív parancsnokság. Ez a hely nyüzsök KNH erőktől. Küldjék nagyanyót. Negatív, Sierra 2. A parancsai... A halál faszát! Itt állok egy pisztolyjal az egész KNH ellen! Küldjék már a nyomorult járművet! Ismeri a parancsai, Sierra 2. Mindjárt odaérek, öreg, addig maradj egyben! Szió, a kamera adatai a katapultülés közelében lesznek. Szerezze meg, mielőtt a KNH megsemmisíti őket. Gyerekek, nagyon brutális, hogy milyen tök jó sztori van, meg milyen párbeszédek. Hogy hogy milyen káromkodások vannak. És ez oké, hogy ez nem szép valamilyen szinten.
de nagyon autentikus tud lenni, mert az egy háborús helyzetben lehet, hogy nem ilyen PC módon beszélné, hogy a részfán fütyülő és részangyalát. Kritikus energia szint. Ez egy mester? Maximális páncél. Csicska mesterlőész volt. Álcázás. Mert biztos van valami hat ki, hogy azzal váltogatok a ruhának a módjai között. Egyébként arra elment egy őrjárat, de az tök nem érdekel, elkerültük. Itt meg fel kéne ugranom. Puh, itt valaki jött, maszkál, eljött. Kritikus energia. Szerintem ezek a katonák, ezek már... Ez a gyerekek, itt bajok vannak. Álcázás. Sokan vannak. Csak ugye nem látjuk a minimapon őket, amíg nem halljuk, meg nem látjuk. Maximális páncél. Szuper. Ez milyen fegyverük van? Mert nagyon világít. Ilyen lézer cél megjelölővel vannak. Felszerelve, meg valami új fegyó. Érdekel volna, de hol tűnt? Nem a francot, nem, az valami új fegyó, gyerekek. Viszont át kéne alakítani, mert ez elég feltűnők vagyunk. Aha, úgy látszik, hogy új fegyót használnak. Viszont ez így nem jó nekem, hanem a eszkeredre cseréltem. Csak azért, mert ugye ezt használták eddig a csávók, és ebben lesz akkor lőszer, most hogyha ezt használják. Nyomok egy F5-öt, ezt veretjük neki a gyerekek. Valaki itt nagyon... Érdekes, hogy ő piros. Hogy lát minket, mert ő úgy van definiálva, mint hogyha látna. Álcázás. Itt valaki van, nagyon van. Valaki nagyon néz. Bírom ezt az álcázás módot is. Bundi szerintem így kommandózza végig ezeket a játékokat. Ő nagyon ilyen lopakodó, meg ilyen sniper stílusba tolja. A régen szerettem azt a berohanó stílust, de... Kritikus energia szint. Most már inkább... Maximális páncél. Most már inkább izé vagyok. Álcázás. A lopakodósabb. Hol van ez a csávó? Azt a betyár. Gyerekek, ez valami... Ez valami keményebb lesz szerintem. Maximális páncél. De ő nála még mindig ez... Mi a fa? Ajaj! Ajaj! Nagyon nem néztem körül. Álcázás. Kritikus energia szint. Aha, ezek jobban bírják szerintem. Simán kibírt két sorozatot. Álcázás. Maximális páncél. Mondjuk ebből sokat nem találtam el. Hú, gyerekek, ezek bekerítenek mindjárt. Jó, mert a hülye lézerjük miatt látod, hogy hol vannak. Álcázás. Maximális páncél. Álcázás. Ja, lőszert szerek ám. Hú, bazze. Kritikus energia szint. Ja. Meglehetősen jól bírják, ugye, srácok? Az milyen meglepetés volt, mikor legelőször játszottam ezekkel a Crysis játékokkal. És előtte még soha nem volt olyan, hogy például ki tudtad dönteni a fákat. És így behúzódtam, itt van közvetlenül mellettem egy. Álcázás. Azt, de jó, hogy nyomtam meg az álcázást. Azt a betyár, gyerekek, itt vannak problémák. Viszont még távol van, még mindig ott a hülye. De mi ez a morgás? Ez egy kicsit idegesítő. Ezt mindjárt meg szétkapom. Ez a dzsungel harcosa, itt még jobbra van egy. Sőt, egy csomó. Jaj, gyerekek! Észrevett az őrjárat, aki ment az előbb balra. Azok jöttek meg.
Hú, de sokan jöttek, mi a tökön van? Gyerekek, nagyon megjöttek ezek! Ezek pisztolyjal jöttem, bazd! Úristen, mennyien vannak, hallod? Menjünk már át egy kis ilyen Rambó stílusba, bírom ezt is. Se! Shotgunnal, bazd! A géppisztolyt cserélni serétesre, de melyik géppisztolyt? Aha. Ez nem a legjobb választás, nem? Mondjuk lehetne egy ilyenem, meg egy olyanom. Mondjuk shotgunnal meg viszont lehetne így izolyan így vadulni. Na menjünk! Nyomjuk egy kis vadulósba, jó? Ez mi? Ellenség! Támadás! Hát a csőjém, ez nem volt a legjobb. Ez a zene, ez egyébként idegesít, ez a dübörgés, meg az egész. Lőd halomra! Milyen halomra lőlek? Hű. Ja, ez a morgás, ez nem tudom mi akar lenni. Mögöttem is van valaki, basszus, mennyien vannak? Ó, böszbe sokan vannak. Ja, itt van, itt zuhant le a gép, mi? Azt nézem, ez valami virág, vagy pedig vér. Mögöttem, megpróbál megkerülni. Jó neve ennek a csávónak, hát. Jó, menjünk. Ja, remélem ez az zúgás, ez nem, nem nagyon van benne a felvételben, de ja, elég fura. Ez az ambient, vagy... Egyedül a testvérem, kivel akar szaratni? Kukucs, hol vagy? Bazán, ketten voltak. Aztán fel lehet gyulladni, úgyhogy jó lenne, hogyha nem. Csinálnám magammal azt. Azt a betyár, mennyien vannak ezek gyerekek? Nagyon kemény dolgok vannak. Meg kell hintenem őket egy kis granáttal. Ott is javelázik egy, látod? Ott. A minimafon látszik, csak valami nagyon messze. Ú, de mennyien vannak te. Ez a gránát, ez tud hasznos lenni. Viszont a fegyverek azok rettenetesen rosszak itt távolra. Valaki meg hátam mögött jön. Fejlővés az hasznos, viszont nem egyszerű eltalálni őket fejre. Jó. Hát mennyien vagytok még, gyerekek? Meg dobálják a gránátot is, úristen. Megint mögöttem is. Megkerülnek, minden történik itt. Nézzük meg, hogy mit kell itt. Onira szól van. Mit kell csinálnom? Jó. Szép munka, pszichi.
jó. Mi legyen a pilótával? O'Neill a légiparancsnokság gondja. A maga feladata a konténer megszerzése, nem életmentés. Mindkettő sima ügy. A sereg üdvöskéje vagy pszichó. Majd én megoldom a problémát. Na mi? Nem kell a duma, megyek O'Neill, tarts ki! Rendben. Azt hittem, ahogy hogy az O'Neillt adhatjuk. Egyedül lesz, amíg nem a küldetését végzi. Nem kap támogatást, és ne higgye, hogy nincs más egység a szigeten, aki el tudja végezni ezt a feladatot. Összevesztünk a izé parancsnokságán, mert meg akarjuk menteni O'Neillt, ez tök jó. Ez tetszik. Mármint, hogy van egy ilyen vita is kialakult. Nem csak egy ilyen... Hát... Így is valószínűleg, hogy egy csőbe meg egy vonalon mozgunk végig, mert ugye meg le van szkriptelve, de mégis kicsit úgy tűnik, hogy eltérünk a feladatunktól. Ez tetszik. Viszont tényleg, hogyha itt van O'Neill közelben, akkor miért nem mentenénk meg, nem igaz? Ez jó. Erőmódba hatalmas ugrás. Itt fent! Megyek haver, nyugodj meg! Maximális erő. Hol vagy? Kösz, Sykes. Haver, nyakig leszel a dzsindzsásban ezért a parancs megtagadásért. Olyat mondja, amit nem tudok! A parancs megtagadás volt. De jól néz ki ez a játék, gyerekek, annyira tetszik! Mondjuk abból a roncsból, hogy jött ki az O'Neill, azt még mindig nem tudom. Júj! És ezzel ezek a játék engine-es átvezetők, amik konkrétan átmennek gameplaybe, ezek tök jól néznek. Ez a gyerekek, ez a játék jól néz ki még mindig, én azt mondom. Ott egy hajó piac. Lefelé jövett tűzharcot láttam. Vannak itt harcdéri alakulataink? Én nem tudok semmi ilyesmiről. Ugye... Egy fordulat ugye a játékban, hogy konkrétan ilyen UFO-k is bejönnek a képbe. Szóval egy idő után így mindenki harcol mindenkivel, földön kívülek harcolnak a... Ez egy 914 típusú Delta 4 osztályú tenger alatt járó. A szovjetek adták el a koreaiaknak a múlt században. Muzeális darab. Igen. Földön kívülek harcolnak az amerikaiakkal, az amerikaiak az észak-koreaiakkal, észak-koreaiak az földön kívüliekkel, úgyhogy minden is lesz itt. Nem már, ott pisil egy csávó, vagyis hát... Még fütyül is hozzá. Ajaj. Ezt mit csinál, kihallgatjuk, vagy mi? Csak ellopjuk a jippet? De bösz meg jól néz ki, komolyan mondom. Gyere már, O'Neill! Mit tököt lelkedsz? Ne, lelövi! Nem öreg. Miért? Fegyvertelen volt. Ez érdekes, nem is emlékszem ilyen jelenetekre. Hát 2008-as van játék... Van olyan szabály, amit még én is betartok. Kocsi kulcs. Ne. Kicsit túl hosszan vannak ezek a párbeszédek, egy kicsit túl hosszan vannak kitartva, meg egy kicsit olyan furcsák. Meg hát ugye nagyon nincsenek grimaszok a Megvannak a csapatkivonás koordinátái. Nyomás! Nagyon jó, itt Sierra 2. Közeledünk a TP-70 gyülekező helyre. Kb. 10 perc. Sierra 2, itt Dögevő 1-4. Korán jöttetek. Jétek légicsapás 7 perc múlva. Várjanak, amíg biztosítjuk a területet. Negatív 1-4. Tűz alatt vagyunk, nem bírjuk sokáig. Evakuáljanak minket azonnal. Vettem Sierra 2. Jétek, itt Dögevő 1-4. Áttérünk TP-70-ra. Sajnos zsúfolt hely felett kell mennünk. Terület veszélyes. Gyerekek, mi történik? Lebombázzák itt a környéket? Mi volt az hatalmas... Jézus már! Mi a... Úristen! Ez egy kicsit nem túlzás. Azok nem migek voltak? Mi az itt a raptorékkal? Jester és Aztek meghaltak. Proféta eltűnt. Kár értük. Mi van a másik zöld fülűvel? Nomád a sziget túloldalán van.
Szóval nomáddal nyomultok? Voltam már rosszabb arccal is egy csapatban, öreg. Ó, kap be! Te is tudod, hogy nekem kéne a helyén lennem. Annyit a koreai, mint szaron a légy. Dögevő 1-4, fentről milyen oszítunk? Raptor 1-4, a KNH zsizseg, mint a darásvészek a mikróban. Minden onnan rátok mozdultak. Valaki szólt, hogy jöttök. Ez a roncshalmaz már nem húzza sokáig. Elhúztam. A célszalagnál találkozunk. Balfék. Raptor, itt dögevő 1-4. Közelítek a leszállási zórához. Vettem 1-4. Mi a szar? Azt meg, paszta, lőnek ránk! Lefújva! Húzzunk innen! Itt nem félik a fehér sast! Pszichó, mi a terv? Megyünk, amíg ki nem derítjük, mi lett a vétorunkkal! Gyerekek, kapkodom a fejem! A pilóta kb. 500 méterre tett ki minket tőletek. Wow. De nagyjából úgy néz ki, mint a lejárt kefír. Van köztetek pilóta? Jaj, a kettő is. Milyen duhány? Vigyetek minket ki innen. Fapadosan vagy úgyse. Milyen duhány, gyerekek? A pilóta úgy néz ki, mint a lejárt kefír. Nem hiszem el. Hát esküszöm, hogy a szám tartom folyamatosan, hogy milyen akciójáték vannak ebben a játékban. Egy 2008-as játékban. És mennyire jól néz ki az egész. Helyzetjelentést, most! Sárgák a spájzban, sárgák a nappaliban! Addig nem mozdulok, amíg a környék nem tiszta! Jól van, bogyók! Szedjük le őket! A fák mögött mozognak délkeletre! Rakétások a túlsó szinten! Gyerekek, komolyan mondom, ez nagyon beteg. Mi történik itt? Mit kell csinálni? Felszállni a... Sasold a területet! Jó, nem, el kell repülni. A KNH még mindig a színpadon! Vakarjátok le őket rólam, amíg felszállok Dumbóval! Pattogjatok, mint a kecske szar a deszkán! Viduhák ezek, gyerekek! Hát mekkora játék ez? Hát én erre nem is emlékeztem, viduhák. Skacok! Kezeket a magasba, mennyi az annyi? Hányan harapják a füvet? Milyen duhák? Nyávogásod hallgatásáért ügyetek engem sem. Én pilótaként! Hol lőtted a jogszidat? Úristen, hát komolyan mondom, lenyűgöző. Esküszöm, gyerekek, ezek a legjobb pillanatok egy játékiparban. Ezek mik ellenségek? Nem, jó. Pattogjatok, mint kecskeszar a deszkán, meg ilyen duvák. Fú, itt egy mesterlövész puska. Valahogy le kéne cserélni rá, melyiket? Ha, ezt. Ídes Isten, nem mondjuk ebben... Van 10 lőszer. Aha. Arassátok őket! KNH nyugatról! Egyre közelebb vannak! Nyugatról. Borítsátok az útra azokat a rönköket! Zárjátok el az utat! Ha, onnan jönnek-e? Gyerekek, komolyak! Gyertek meg! Úgy lehet, hogy gránátot meg kéne hintenem. Van nincs gránátom? Sokan jönnek, nagyon. De sokan vannak, ha? Mi tartani kellene a... Ez följutott már ide. Nem tudok, mint szórom őket, mert annyian vannak, hogy kidugod a fejed, már le is szedtek. Jó lenne, hogyha megcsinálnak azt a rohadt repülőt. Az a gond, a guggolásnál nem marad úgy, és ez engem nagyon zavar, hogy folyamatosan nyomnod kell. Na, basszus, nagyon sokan vannak. Na, az mi van ott?
Kicsit messze volt Shotgunhoz, testvérem. Az LZ tiszta! Zúzzunk innen! Beszállás! Pillanatokon belül kivonulunk! Emerson, a csapat kivonása kész! Töltöm a kameraanyagát! Pszichó, felpörögtek az események. A műholdak szerint a koreaiak tenger alatt járóra pakolták a csomagunkat. A hírszerzés szerint meg ki akarják hajózni a flottánkhoz. Ha a tenger alatt járó alámerül, sehogy sem találjuk meg újra. Legközelebb akkor látjuk, amikor atomjaira szedi a Lexingtont. Úgyhogy csipkedje magát. Igen, asszonyom. Gyerekek, hallját, egyszerűen lopózok a kikötőbe. Jaj, mi nem repülhetek el, mégiscsak mennem kell. Basszus, itt viszont van még két ellenség. És itt, itt van a pilóta, akiről arról volt, hogy lejárt joghurt, vagy mi volt? Ez nagyon kemény duma volt. Álcázás. Gyerekek, nagyon jó ez a játék, komolyan mondom. Kritikus energia szint. Még van még egy. Oké. Okay. Most kárcok, szerintem elbúcsúzom. Az utóbbi, szerintem percekbe, vagy 10 percben biztos nem beszéltem háromszor, csak annyit, hogy Úristen, Jézusom, oh my god. De tényleg ez a játék, ez böszme jó. Ez 10 per 10 szerintem, még a mai napig is. Nagyon jól öregedett, ahhoz képest ugye, hogy 2008... Barátom, kénytelen leszel kereszt... Ahhoz képest ugye, hogy 2008-as, meg főleg, hogy egy magyar fejlesztés, nem mintha ezzel bármilyen játékot is degradálnék, de rettenetesen jól sikerült. Hát mindenkinek ajánlom, szerintem, hogyha egy pörgős FPS-t akar játszani, akkor Crysis Warhead. De egyébként érdemes végigtolni a normál Crysis-t is, ugye, az alapjátékot, mivel akkor így még inkább kontextusba kerülsz, hogy mégis mi történik ezen a szigeten, és gyakorlatilag két storyline tudsz végigjátszani ugyanabba a világban. Na, köszönöm szépen a figyelmet, és Bundinak is köszi, hogy ajánlott, és ajánljatok nyugodtan magyar fejlesztésű játékokat, mert végig, vagy fogunk velük játszani. Köszi, sziasztok!